10 éves koromban jártam először választotti táborba. Itt mindig egy találkozási pont volt az Erdély és az anyaországi népzenekedvelőkkel, gyerekekkel. Itt ismertem meg Kodoba Florint és az egész Palackai bandát, akiktől személyesen lehet tanulni. Este mindig beálltunk, ameddig ébren tudtunk maradni, éjjel egyig, kettőig, addig a hangszer az mindig ott volt a zenészek mögött, és amikor úgy éreztük, akkor beültünk hátra és tanultunk. Mindenhol, a Kárpát-medencébe, de akár mondhatom azt, hogy a világon tudok találkozni olyan emberekkel, akikkel gyerekkoromban itt ismerkedtem meg, vagy erdélyi táborokban ismerkedtem meg. Kolozsvár fura helyzetben van. Jönnek az emberek, egyetemisták 6-7-8 éven keresztül, még talán itt maradnak 2-3 évet, és utána hazautaznak. Nekünk élmény és visszaigazolás az is, hogyha otthon sem hagyják ezt abba, hanem továbbra is ugyanabban a felállásban együtt muzsikálnak a szülőfalujukban, a szülővárosukban, vagy ahonnan éppen jöttek és vagy elköltöztek. Kallós Zoltán Népzeneiskola az Kolozsváron indult 2014-ben. Én emlékszem, amikor először ültünk a Párizs utcai pincében, vártuk a jelentkezőket, és akkor már nagyon meglepő volt, hogy korosztályszerűen mennyire színes jelentkezési tábor volt. 23 diák közül voltak a 6-7 éves gyerekek, 10 éves tínédzserek, a 20 éves egyetemisták, 30-40-es, 50-es és 60-as korosztály is megjelent. Egyéniségeket tanítunk, személyre szabottan tervet próbálunk alakítani, hogy mindenki megkapja azt, amiért ő jött. Nem egy felső oktatási intézmény, nem egy állami szakközépiskola ez, hanem itt mindenkinek azt kell nyújtani, amiért ő ezt szeretné csinálni. Ha az egész táncház mozgalmat megnézzük, akkor ez lenne a lényege. A táncház nem egy verseny, nem egy nagy termi gála előadása, hanem mindenki saját magát szeretné önmegvalósítani a táncon, a zenén, az éneken keresztül. A régi központi szállóba fogjuk megünnepelni a 10. évfolyamnak a végzős koncertjét. A diákjaink fogják megmutatni azt, hogy mit tanultak ebben a fél évben, hogy milyen jó kis muzsikákat tanultak, meg miket szeretnek ők játszani. Én azt látom, az elmúlt 20 év történései alapján megnőtt arra is az igény, hogy minőségi zenére tudjunk mulatni, minőségi táncosoknak tudunk muzsikálni, minőségi énekesek vannak. Szerintem annak is köszönhető, hogy ebbe a digitális világban nagyon sok minden elérhető. A gyűjtések itt vannak a telefonjainkon. Több 100 000 kazetta belefér a zsebünkbe. Támogatások segítségével olyan lehetőséget kínált a tanároknak. Egy valamilyen szintű anyagi biztonság is megjelent ebbe a szakmába, mert az anyagi támogatások mellé azért komoly szellemi munka is történik, mert heti 100-120 diákkal foglalkozni egyéni órákba, az tanáronként 20-30 munkaórát jelent egy héten.
muzsikálni, mert van kinek muzsikálni, és van hol muzsikálni. Ja, hogy az adatközlő régi mestereink a zenéjékön keresztül tovább élnek itt közöttünk, úgy reméljük, hogy a mi munkánk is tovább fog élni nagyon sok generáción keresztül.